Köszöntöm nézőinket, az előbb egy nagyon szép aktus történt, hiszen aláírtuk a megállapodást arról, hogy a testvérvárosunk, lengyel testvérvárosunk is csatlakozik a legszebb konyhakertek programhoz. Kovács Szilvia ötletgazdával beszélgetünk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép ünnepségnek a részesei lehetünk. Sokat kellett erre várnunk. Így van, ez tulajdonképpen elmondható, hogy ez a 2012-es, 2013-as évnek a gyümölcse, hiszen már 2012-ben érdeklődtek a lengyelek a program után, és ez tulajdonképpen ebben az évben érett be, hát úgy, mint egy jó veteménynek a gyümölcse. Igazság szerint ezt elmondhatjuk. Amikor legutóbb kint jártam náluk, akkor beszélgettünk erről a jegyzőasszonnyal, és mindenki érdeklődve fordult a program iránt, és én úgy gondolom, hogy ők meglátták ebben a lehetőséget, és éltek is ezzel, így az eddig elkészült lengyel adaptáció most már életre kelhet, és Lengyelországban is, Krasznahorzsánszkiban is meghirdetésre került 2014-ben ez a program, és szándékaik szerint, és az én szándékom szerint is 2015-ben ők lesznek majd azok, akik Lengyelországban országosan fogják meghirdetni ezt a programot, és én bízom benne, hogy ott is olyan szép sikereket fog majd ez elérni, ahogyan nálunk történt. Azt hiszem, hogy akkor még nagyon sok tanáccsal el kell látni őket, hiszen azért nem volt ez egy egyszerű feladat, amikor egy karcagi verseny, vagy országos, sőt most már nemzetközi verseny lett. Gondolta volna, amikor így megfogalmazódott önben ez az ötlet, hogy ilyen sikereket sikerül elérni? Igazság szerint nem gondoltam volna. Azt tudtam, hogy mindenki érdeklődik iránta, és sok mindenkit érint ez a program, és sok mindenkinek nyújt kis elismerést és lehetőséget, illetve sok közösség fog majd ezzel szívesen foglalkozni, de azt nem gondoltam volna, hogy tényleg ekkora lesz az érdeklődés, és ilyen szép eredményeket tudunk elérni, és még azt sem gondoltam volna, hogy ennek a versenynek, túl azon, hogy ez egy verseny és egy szép megmérettetés, mekkora hozadéka van, hiszen hatalmas mennyiségű adat, információ érkezett be hozzám, aminek a feldolgozása várat magára, és én úgy gondolom, hogy ez lesz majd az igazi hozadéka és eredménye ennek a kezdeményezésnek, ennek a programnak. Nagyon sok kertet mi is közösen megnéztünk önnel, és tényleg ott hallottuk minden kertgazdától azokat a kis praktikus tanácsokat, amelyeket azért reméljük, hogy egyszer majd egy kiadványban is olvashatunk, hiszen akik most kezdenek el kertészkedni, azoknak ezek nagyon hasznos tanácsok. Így van, pontosan ez a célunk, és ahogyan a visszajelzéseket értékelem, és olvasom át a jelentéseket, bizony nagyon sok mindenhol jelezték, hogy hiányzik a szaktudás, az igyekezet megvan, az igény megvan erre, de az igazi szaktudás hiányzik, és én nekem úgy gondolom, hogy ezt kötelességem pótolni, és a szakmával karöltve egy olyan kiadványt, illetve több kiadványt, hogyha szükséges, a kertészkedők birtokába eljutatni, illetve még egy másik nagy feladatom lesz majd a 2014-es évre nézve. Megtörténtek ugyan a lengyel fordítások, de én úgy gondolom, hogy mivel gyökereiben, illetve szokásaiban eléggé más a lengyel kertgazdálkodás és a kertkultúra, mint a miénk. Azért még nagyon sok csiszonásra van szükség, ahogy a mai napon beszélgettünk a Kertbarátok elnökével, hogy ezt sikeresen le lehessen ott folytatni. Akkor véget ért lassan az idei verseny, hiszen holnap átadjuk a karcagi győzteseknek is a díjakat, de akkor kezdődik a jövő év előkészítése. Én ehhez önnek kitartást kívánok, és azt, hogy minél többen csatlakozzanak még ehhez a nagyon szép kezdeményezéshez 2014-ben is. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, szükség lesz rá, és reméljük, hogy ez így is lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is a lehetőséget! A lengyel testvérvárosunk kertbarátkörének elnökével beszélgetünk. Először arra szeretném kérni, hogy mutassa be a kertbarátkört, ebben Marisa segít nekünk a tolmácsolásban. Nálunk Lengyelországban hétvégi kertek egyesülete van, és a hétvégi kertek művelőinek 95%-át kapcsolja össze az egyesületnek. És ugyanúgy megtermelnek mindent, mint mi? A mi telkünk, a hétvégi telkünk 300 négyzetméterig, 500 négyzetméterig a nagysága, és általában úgy van, hogy külön termesztjük a zöldséget, külön a virágot, és külön a gyümölcsöt. És ő, gondolom, hogy mint elnök ő is gazdálkodik, mit kell tudnunk az ő kertjéről? Az én telkem 5000 négyzetméter,
Én nagyon szeretek kertészkedni, de az én kertem is ilyen tradicionális lengyel hétvégi kert. Külön van a zöldség, külön van a gyümölcsfa, és külön van egy ilyen pihenő része, ahol egy kis házikó is áll. Jövőre, hogy elindul náluk a program, gondolom, hogy nagyon sok munkája lesz. Hogyan készül erre? Nagyon szép a cél, de mi úgy gondoljuk, hogy azzal kell kezdeni, hogy megismerjük a feltételeket, az itteni feltételeket, és alkalmazkodni fogunk. Tehát lehet, hogy egy kicsit megváltoztatjuk a mi kertünknek a formáját, a kinézetét, azért, hogy megfeleljünk az itteni programnak. Én azt kívánom, hogy legyen sok kitartása hozzá, és minél többen csatlakozzanak a testvérvárosba is ehhez a versenyhez. Én meg vagyok győződve, hogy nem tudunk versenyezni a paprika termesztésben, de leadott többi zöldségnek nem lesz rosszabb íze. Nem mostom is gorsa. Jó munkát kívánunk neki, és köszönjük szépen. Dziękuję. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, valóban, ahogy itt elhangzott a lest folyamán, Kovács Szilvia, a polgármester asszony fejéből pattan ki ez az ötlet, hogy méressék meg a legszebb konyhakertek összessége, legyen az kisebb-nagyobb, legyen az a balkonon, legyen az egy zárt kertben, legyen az egy udvaron. És nem csak az ötlet volt kiváló, hanem imponáló volt az a hihetetlen szorgalom és elszántság, amivel Kovács Szilvia, a polgármester asszony ebben az ügyben elkezdett munkálkodni. Én részese voltam, már úgy értve, hogy láttam, hogy milyen hihetetlen munkát kell ezügyben végezni ahhoz, hogy ilyen eredményre jusson el ez az ötlet a program megvalósulásáig. Azt kell mondjam, hogy le a kalappal a munkája előtt. Valóban időt, fáradtságot nem kímélve dolgozott azon, hogy kiteljesedjen az ötlet a megvalósulásig. Csak gratulálni tudok a polgármester asszonynak ebben az ügyben. Annak ellenére, hogy a magyar embereket a föld szeretetére nem nagyon kell tanítani, és ez nem csak a határon belül, hanem a határon kívüliekre is értendő, azért azt is érezhetjük, hogy a mai világunkban a kert művelés, a gazdálkodás a fiataltól egy picikét úgy távolabb esik, mint az idősebb generációktól. Célszerű tehát visszavetni az embereket, a fiatalabb embereket is ebbe az irányba, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy annak az értéknek, amit saját magunk termelünk, meg teremtünk meg, annak mindig nagyobb a becsülete, mint hogyha készen kapjuk, készen vásárolhatjuk meg. Arról nem is beszélve, hogy természetesen nyomon tudjuk követni azt, hogy milyen gyümölcsöt, zöldséget fogyaszthatunk. Biztosak lehetünk abban, ha saját magunk állítjuk elő, termesztjük, hogy annak van-e valamilyen káros vegyi hatása, vagy nincs, és általában nincs, hiszen mindenki vigyáz arra, hogy egészséges termékeket állítson elő. Így, amikor elindult az országban ez a program, annak ellenére, hogy nem volt könnyű, azért a szikra lángra kapott, és ez azt jelentette, hogy nem csak a határon belül, de a határon kívüli testvér településeinkre is át tudtuk ezt plántálni, ezt a programot, és biztos vagyok abban, hogy hasznosan és egyre kiterjedettebb körben fogják és tudják ezt megvalósítani. Az egy külön öröm számunkra, hogy nem magyar ajkú testvér településünk is bekapcsolódik ebben a programban, és ez egy új mérföldkő. De bíztunk abban, hogy ez így lesz, hiszen azért a lengyel embereknek a termőföldhöz való ragaszkodása és szeretete sem ismeretlen számunkra. Tudjuk nagyon jól, hogy ott is a mezőgazdaság nagyon komoly ország erőt, ország imást jelent. Az, hogy más formában, másképpen, más területen oldják meg a kertészkedést, az egy természetes dolog. Ettől függetlenül ők ugyanúgy fogják tudni ezt alkalmazni, ha akarják, és biztos vagyok abban, hogy aki közénk érkezett szakember át fogja tudni venni azokat az ötleteket, mesterfogásokat, amiket már mi, illetve alpolgármester asszony kidolgozott és segítségül nyújt. És
nem szeretnénk itt megállni, természetesen a kapcsolatainkat igénybe véve szeretnénk tovább folytatni ezeket a munkákat. Hugatolóztunk már a németeknél, a német testvértelepülésünknél, a francia testvértelepülésünknél, és úgy tűnik, hogy ott is, hiszen ott is emberek élnek, ott is gazdálkodnak, ott is vannak nyugdíjasok, akik szeretik a szabadidejüket hasznosan eltölteni, nagy valószínűséggel ott is táptalajra kap ez az ötlet. Örülök, hogy részese lehetek ennek az aláírási ceremóniának, egyáltalán a megegyezésnek, a szándéknyilatkozat aláírásának. Nem volt könnyű út számunkra sem, a polgármester asszony számára sem. Valószínűleg nem lesz zökkenőmentes a lengyel testvértelepülésünkben dolgozó személyeknek sem, de erőt, kitartást kívánok a munkához, mert az meg fogja hozni a gyümölcsét, meggyőződésem. Köszönöm, hogy elfogadták ezt a felkérést, sok sikert kívánok a munkájukhoz, és a polgármester asszonynak is sok erőt a további ténykedéséhez ebben az ügyben is, persze másban is. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni.